Köszöntök mindenkit idei első rendkívüli testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy hétfővel a képviselőtestület határozat képes. Négy napirendi pontunk van, ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása. Amennyiben nincs, aki a napirendeket elfogadja, kérem igen gombbal szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a napirendi pontunkat. Első napirendi pontunk, ami miatt alapban a testületi ülést is tartjuk. A Fecskepart óvoda és bölcsőde alapító okiratának módosítása, tárgyalt a Városfejlesztési Bizottság. És javasolja a képviselőtestületnek a mindkét döntési javaslat esetén az előtt érzti szerinti tartalomot történő elfogadását. Köszönöm, tárgyalt a Jogi Bizottság. A Jogi és Humán Bizottság is ugyanúgy döntött, ahogy a Városfejlesztési Bizottság. Köszönöm, van-e kérdés? Észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki az első határozati javaslattal, mi szerint a tavaly decemberi határozatot visszavonjuk, egyetért, kérem, igen, gombbal szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a visszavonást, és aki az új módosított alapító okiratot elfogadja, kérem igen gombbal szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a módosított alapító okiratot. Következő napi rendi pontunk, előterjesztés Fonyódi Turisztika Egyesület Európa Kulturális Fővárosa pályázat visszatérítendő támogatás határidő meghosszabbításáról, tárgyalt a Városfejlesztési Bizottság. Javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti tartalmat történő elfogadást. Köszönöm, tárgyalt a Jogi Bizottság. Jogi és Humán Bizottság is ugyanígy döntött, és javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását, amely gyakorlatilag 2024. május 31-i időpontot határoz meg. Akkor kell az Európa Kulturális Fővárosa program sorozat kapcsán a város által erre program sorozatra 10 700 000 forint összeget visszafizetni. Köszönöm szépen. Ugye, turisztika egyetlen időben beadta a pályázatot, azonban még az ellenőrzése nem történt meg, ezért van szükség a hosszabbításra. Van-e kérdés? Észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem igen gombbal szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a határozati javaslatot. Következő napi rendi ponton turisztikai egyesület támogatási előleg igényéről tárgyalta a Városfejlesztési Bizottság. Azzal a módosítással javasolja a képviselőtestületnek elfogadása a határozati javaslatot, hogy egészüljön ki egy kettes ponttal a határozati javaslat szövege, hasonló tartalommal, mint az egyes, csak ott a működési előleg kifizetése helyett a rendezvény keret előleg kifizetését tartalmazza ez a módosítás, illetve a 9 millió forintot, hiszen ez nem maradt a határozati javaslatból. És természetesen ugyanúgy, ahogy a működési előlegnél itt is szerepel benne, hogy a 2023 évi támogatás elszámolásának elfogadása az kötött ennek a kifizetés. Köszönöm szépen, mint tudod, február 15-én szavazza meg a képviselőtestület a költségvetést, és addig is működni kell az egyesületnek. Sőt, a Kolbász Fesztivált le kell szervezni addigra, hiszen előtte lesz, ezért szükséges az előleinek a kifizetése. Van-e kérdés? Észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a Városfejlesztési Bizottság módosításával együtt elfogadja a határozati javaslatot, kérem igen gombbal szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a módosított határozati javaslatot. Következő napi rendi pontunk, előterjesztés Fonyódi Város Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadására,
tárgyalt a Városfejlesztési Bizottság. És javasoljuk a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti tartalma történő elfogadását, amelyben szerepel eddig a 2024 évi közbeszerzési tervben a Fönyődi Polgármesteri Hivatal A épületének tetőszerkezet felújítása, ugyanennek az A épületnek az energetikai korszerűsítése, ez nagyobb rész pályázatból valósulna meg, illetve a Fönyődi Járás Szociális Család és Gyermekjóléti Központ fejlesztése, amely szintén pályázatos támogatásból valósulna. Köszönöm szépen, van egy kérdés, észrevétel, hozzászólás, amennyiben nincs, aki egyébként a határozati javaslattal, kérem, igen gombbal szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a közbeszerzési tervét az önkormányzatnak. Köszönöm a megjelenést, további szép napot kívánok mindenkinek.